Kedves közönségünk! Sok szeretettel köszöntünk minden kedves vendéget a Csermák Bérletes Hangverseny sorozat 4. előadásán. A mai hangverseny a versenygyőztesek hangversenye lesz, ahol az idei országos, regionális, illetve megyei versenyeken résztvevő és kiemelkedő teljesítmény nyújtó növendékeink fognak szerepelni. Hozzá kell tennem, hogy nem lesz túl sok műsorszám, mivel sajnos többen betegek, illetve táborban vannak, tehát ennél több kiemelkedő növendékünk van. Akkor az első számunk tele van menüet lesz, melyet Kunman Gergely furuján ad elő. Ő a megyei furuja versenyen ajtán Nívó díjat kapott. Tanára Tombor Beáta, zongorán közreműködik Mátyusné Csompa Ágnes.
Most pedig egy gondolva duó következik, Nasser Tamara és Hartman Domonkos előadásába Hummer Gédó duót hallhatunk. Ők a Balatonparti megyék kamara versenyén Almádiban aranyfokozatot értek el, és Nasser Tamara ezüst fokozatot ért el a Sziszlum regionális cselló versenyen Szombathelyen. Felkészítő tanárunk Dr. Nagy Tamásnak.
Református Szentszám Romácát hallhatjuk, Fürtön Farkas Gábor fogja előadni. Ő Szombathelyen a Szisztrum regionális kültversenyen nívó díjat ért el, és a 11. Nagyvázsonyi megyei kültversenyen kiemelt aranyfokozatot kapott. Tanára Kocsis Attila, zongorán György Júli működik közre. Thank you.
járványi rondóját Kövesi Borbálával gyári zongorán. A tapolcai négykezes versenyen Kis Bálint Artúrral a harmadik korcsoportot a legmagasabb pontszámmal nyerték meg, az aranyfokozatot kaptak. A Sziszprum regionális zongora versenyen Szombathelyen szintén aranyfokozatot ért el, és a Lantosnak a megyei zongora versenyen Nívó díjat kapott, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb pont a hatodik osztályban. Tanára Szalontai Árpádné. Thank you.
Borzsák Univerzitét játsza. Szintén a pápai megyei helyzetű versenyen aranyfokozatot ért el, valamint a Balatonparti Zeneiskolák vonos találkozóján Siófokon aranyfokozatot kapott. Tanára Kornyó Klára, dolgorán kísér Olofelmékecs kísérjét. Thank you.
Thank you.
könyvért fog nekünk zongorázni Chopin Fantázia Impromptu. Győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján ezüstfokozatot ért el, valamint a Lantos Magda megyei zongora versenyen aranyfokozatot kapott, korcsoportjában a legmagasabb pontot kapta. Valamint Helikonon, a Helikon versenyen kezdhelyen Szirmai Mártával aranyfokozatot értek el. Tanára Onoferné Kecskés Judit. Thank you.
műsorszámunk Lebegyek Rúga versenye, Palásti István adja elő. Ő a megyei mérészhúgós versenyen Balatonfüreden kiemelt aranyhelyezést kapott, és így tovább jutott az országos versenyre Kiskunfélegyházára, amely körülbelül 2 hét múlva lesz. Tamára Farsang Tamás zongorán kísér Győr Bédi. Thank you.
Mielőtt felkonferál az utolsó műsorszámot, szeretnék megköszönni a közönségnek a figyelmet és a sok tapsot, a gyerekeknek pedig gratulálok és további szép sikereket kívánok. Tehát az utolsó műsorszámunk Kabalevszki Gordonka versenyének első tétele, Márkus Ágnes Adjelő. Ő Friss Antal országos Gordonka versenyen második helyezett lett, az Ajkai Cselló versenyen kiemelt aranyfokozatot és Nívó díjat kapott, valamint felvételt nyert a budapesti Szent István zeneművészeti szakközépiskolában. Ő is, és nem utolsó sorban, ő lett az idei év Csernál díjasa. Tanára Bóna Katinka, zongorán kísér Onofernék Kecskés Judi.